Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a feszültségről szeretnék beszélni. No, nem arról a feszültségről, ami néha modellezők és modellezők között van, hanem arról a feszültségről, ami a vasútmodell pályákban, a SIM-ben található, és ezen belül is a DCC digitális üzemű rendszerek SIM feszültségének a témakörét szeretném egy picit körbejárni. Alapvetően sajnos a DCC szabvány is elég pongyolán fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy milyen feszültség határok között kellene lennie a SIM feszültségnek a digitális rendszerek esetén. Igazándiból a szabvány olyan 9 és 25 volt között gyakorlatilag bármit megengedne, és nem igazán tér ki arra, hogy melyik méretarányhoz mi az optimális. Miért fontos ez? Ha túl magas a SIM feszültség, az gondot okozhat bizonyos modelleknél, főleg kisebb méretarányokban, de már H0-ban is vannak olyan modellek, amik meglehetősen érzékenyek arra, hogy mennyi a feszültség a pályában. Ilyen például az Acme-nak a Chaurus-ai, illetve a Gigantja is, ahol olyan csodálatosan tervezték meg a mozdony alaplapját, hogy kerültek rá olyan alkatrészek, amiknek nem akkora a feszültség tűrése, mint aminek kellene lennie. A DCC-ben úgy néz ki a SIM-be levő feszültség, hogy gyakorlatilag egy négyszög jel van, ami folyamatosan változtatja a polaritását a két SIM-pár között. Tehát egyszer az egyik SIM-párban van mondjuk 18 volt, utána a másik SIM-párba kerül 18 volt feszültség. És ez folyamatosan váltakozik. Ezt a váltakozó négyszög jelet alakítja át a mozdonyokba szerelt dekódernek a dióda hídja egy egyen feszültségre, amivel aztán ugye maga a dekóder táplálja magát. Természetesen ugye ebbe az egyen feszültségbe olyankor elvesznének a hasznos DCC parancsok, ezért a DCC parancsok még az egyenirányítás előtt le vannak választva a dekóderben, és azok külön jutnak el a dekóder vezérlő kis GPA-ig. Ez az egyenirányított feszültség lesz az, amivel aztán az adott jármű, ugye mozdony, motorvonat, vagy esetleg kocsi világítás üzemelni fog. Miért probléma, hogyha ez magasabb? Hát azért, mert jellemzően a H0-as méretű mozdonyokat, azokat olyan 12 és 14 volt egyenáramra tervezik. A kis alaplapjukon jellemzően erre vannak méretezve a különböző alkatrészek, illetve a motorjuk is erre a feszültségre van méretezve. Ha ennél nagyobb feszültséget kapnak, akkor ilyen általában elkezdenek melegedni, illetve hosszabb távon nem biztos, hogy jót tesz nekik az, hogyha gyakorlatilag túl vannak hajtva. Nézzük meg, hogy áll össze a rendszer. Először is ugye van egy digitális központunk, jelen esetben itt nálam egy Rokko Z21 fehér, aminek az a tulajdonsága, hogy nem lehet rajta állítani a SIM feszültséget. Ez az E21 úgy működik, hogy a bemeneti feszültség mínusz 1 volt lesz a kimeneti, a SIM-be érkező DCC jel feszültsége. Ez azért probléma, mert ugye egyrésztről nem állítható benne, tehát gyakorlatilag itt a tápválasztásnál már eldőlik az, hogy mennyi lesz a SIM-be levő feszültségünk, és gyakorlatilag be vagyunk korlátozva. De hát nézzük meg mondjuk az alapfelállást. Megkapjuk a kis Z21-esünket, megkapjuk hozzá a gyári Rokko 18 voltos tápegységet, az azt jelenti, hogy akkor 17 volt jön ki, illetve megy ki a SIM-be, mint feszültség. A mozdonyba levő dekódereknél ugye ez a dióda híd, ami elvégzi az egyenirányítást, ez további másfél-két voltot ejt a feszültségen, tehát 15 volt lesz az, amivel a dekóder belső rendszere üzemelni fog, és ebből a 15 voltból fogja előállítani azt a PWM jelet, ami aztán a motorvezérlésre lesz használva. Ha a 12 voltból indulunk ki, visszafele számolva ugye hozzáadunk egy másfél-két voltot, ami 14-re jön ki, illetve ugye a Z21-es esetében plusz 1 voltot, és megkapjuk a 14,5-15 volt közötti tartományt, mint optimális tartomány. Ez már kellőképpen stabil feszültséget ad a dekódereknek, tehát nem problémáznak miatta, nem túl alacsony a feszültség, illetve nem is túl
magas és komolyabb melegedés nélkül tudnak üzemelni a járművek a terepasztalon, így ezzel a beállítással. Nagyjából én azt tudom mondani, hogy H0 méretarányban magában a sínben a feszültség, hogyha ilyen 14-15 volt környékén van, az már megfelelő. 16 volt fölé nem célszerű menni. A 18-20, illetve a fölötti voltok pedig nagyon-nagyon-nagyon kerülendők. Viszont lefele menetre is 12 volt alá szintén nem célszerű menni. Én kipróbáltam annó, hogy a Z21-esemet megtábláltam egy 12 voltos tápegységről, ami ugye mínusz 1 volt, az 11-et nyom a pályába. Hát ott az kevés volt, tehát ott már azért elég sok probléma előfordult, főleg egy nagyobb teljesítményű mozdony esetén nagyon komolyan meg tudja rántani, és ilyen 10 volt alatt azért a H0-ás gépek nem feltétlenül szeretnek üzemelni. Kisebb méretarányoknál érdemes lejjebb menni, tehát TT-be ilyen 12-14 volt, az alatt pedig N-be, hát ott inkább a 12 voltos sínfeszültséget érdemes megcélozni. Ott ugye eleve a járművek se vesznek fel annyi áramot, tehát ott nem probléma az, hogyha alacsonyabb a sínfeszültség, illetve a dekóderek is ugye jóval kisebbek, és hiába írják rá, hogy az elvisel 20-25 voltot is, iszonyatosan fog tudni melegedni az a dekóder. Nekem ugye itt az E21-es tartkészletem, ez egy 18 voltos trafó járt, és az a kis N-es mozdony, ami volt hozzá, hát 18 voltnál úgy melegedett, mint az őrült. Nem volt túl meleg, de érezni lehetett, hogy az nem volt jó neki. Természetesen ugye nagyobb méretarányoknál lehet fölfele menni, tehát mondjuk aki kerti vas utazik, annak célszerűbb is magasabb feszültséget választani. Magára a sínfeszültség mérésére több módszer is van. A legtöbbet használt sima mezei multiméter sajnos nem fogja tudni pontosan mérni nekünk a sínfeszültséget, ehhez True RMS mérésére alkalmas multiméter szükségeltetik, és abból is az a fajta, ami képes nagy frekvenciás jelet mérni, hiszen sok esetben a True RMS az ilyen pár száz Hz körüli értékeket takar sok gyártónak a termékénél. Ennél egy egyszerűbb módszer az, hogyha mi is csinálunk magunknak egy ilyen kis diódahidat, és úgy mérjük le a feszültséget. A diódahid váltóáramú részére kötjük rá a sín feszültséget, és a másik részén pedig megnézzük, hogy hány volt van. Ehhez ugye visszaadjuk azt a feszültséget, amit a diódahidon esik a feszültség, és akkor megkapjuk azt, hogy mennyi van a sínbe. Miért fontos ez? Azért fontos ez, mert azért ehhez a számoláshoz tudni kell azt is, hogy bizony ugye a vágányokban, a sínbe azért esik a feszültség. Maga a sín anyaga az egy olyan vezető, ami bizony nagyobb ellenállással rendelkezik, mint a sima rézvezeték. És pont ezért fontos az, hogy meg tudjuk mérni azt, hogy a pálya milyen pontján, milyen távol a betáktól, éppen mennyi a sínfeszültség, hiszen nem kell hozzá nagy terepasztal, hogy akár 1-2-3 voltos eltérések is legyenek. Tehát mondjuk a betáknál van a sínben 14-15 volt, pár méterre távolabb pedig lehet, hogy már csak ilyen 11-12 van, ami már azért lehet kevés. Ha az ember tapasztal különböző ilyen kis üzembizonytalanságokat, akkor ebbe az irányba is el lehet indulni, mert lehet, hogy ez is gond, és olyankor ugye hiába van a betáp környékén megfelelő feszültség a pályába, ugye magán a sínen, illetve ugye a legrosszabbakon, a sín papucsokon annyi feszültség képes esni, ugye olyan ellenállásuk van, hogy a pálya távolabbi pontjain nagyon komoly értékek születhetnek, nagyon komoly feszültségeséssel találkozhat az ember. A feszültség bizony változik annak a függvényébe is, hogy mekkora terhelés van a pályán. Hiszen lehet, hogy terheletlenül mérve a dolgokat, minden rendben van, viszont amint elkezdünk ugye rákapcsolni fogyasztókat, jelen esetben mozdonyokat a pályára, és azok ugye járnak és áramot vesznek föl, ki lehet számolni ugye ohm törvénye alapján, hogy
mekkora feszültség esések is előfordulhatnak. Tényleg a legnagyobb ellensége a modellezőnek az a sínpapucs, meg maga a betáplálatlan pálya szakasz, tehát hogyha úgy gondoljuk, hogy a néhány méter nagyságú terepasztalunkra egy betáplálás is elég, akkor valószínűleg érdemes átgondolni ezeket a dolgokat, mert némi mérécskélés után azért ki tud derülni, főleg, hogyha szeretünk sok járművet járatni, hogyha vannak világítós vagonjaink, hogyha netán még arra vetemedünk, hogy a sín tábból szedjük le a tápot a váltódekódereinknek és jelződekódereinknek, akkor bizony nagyon komoly értékek közt ingadozhat folyamatosan is akár a pályában levő feszültség, és ez bizony ez egy nagyon komoly problémákat tud okozni a üzembiztonsági szempontból. Nem véletlen például, hogy az amerikai modellezők úgy vannak, hogy gyakorlatilag majdnem minden sínszál be van táplálva náluk, főleg ugye váltókörzetekben érdemes több betáplálási pontot létrehozni, illetve hosszabb szakaszoknál sem érdemes a sínpapucsokra bízni csak és kizárólag az áramellátást. Itt az én terepasztalomon gyakorlatilag ugye egyrésztről, mivel szegmensekre van bontva, másrésztről meg eleve úgy terveztem, illetve ugye a különböző vágrányfoglaltság jelzések miatt gyakorlatilag itt nincs olyan szakasz, ami ne lenne legalább két vagy több helyen betáplálva, és egyébként a korábbi asztalomhoz képest sokkal biztosabb az üzem. Ott előfordultak bizony olyan dolgok, hogy parancsok elvesztek, dekóderek bizonytalankodtak egy picit, tehát nem megfelelő időben gyorsult, lassult a mozdony, nem egyenletes tempóval ment ugye a feszültség váltakozások miatt. Ez ennél a terepasztalnál ez teljesen kizárt, itt semmilyen problémát nem tapasztaltam, úgyhogy a megfelelő áramellátás a biztos vasút üzemnek az egyik alapja. Hát nagyjából ennyi az, amit én el tudtam mondani egy saját kútfőből az eddigi tapasztalataim alapján, hogyha nektek is van esetleg bármi olyan észrevételetek vagy tapasztalatok, amit ezzel kapcsolatban megosztanátok, akkor nyugodtan itt a videó alatti kommentekbe írjátok meg. Kíváncsi vagyok ki, hogy áll ehhez a témához, meg hogy milyen másik dolgok gyűltek így össze az évek alatt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok!